Előszó Egyszer volt, hol nem volt. Még az óperenciás világháborúnál is régebben volt egyszer egy fiatal író, aki Budapesten lakott. Az ülői út 91 A számú házban, hátul a második udvarban, az első emeleten, egy kis alkovos egyszobás lakásban. Ott lakott a feleségével, és volt nekik egy gyönyörű, roppant erős, és hatalmasan okos fiúk akinek már minden képessége napnál fényesebben tündöklött, hiszen már hét hónapos volt. Minden reggel az volt az én dolgom, mert hogy el ne én voltam az a fiatal ember, 32 évvel ezelőtt, hogy ezt a nálam még fiatalabb kislegényt százig ugrádattam. Megfogta a két mutatójamat, és hopp-hopp, meg sem állott, még százig nem számoltam. Nem győztem eleget csodálkoz az erején, mert én nem vállalkoztam már akkor se erre a bravúrra, Szóval éltünk hármasban boldogan. Egyszer azt mondta a kisbaba édesanyja. Pénz kellene, egy kis pénz. Már a piconyek is kis cipőt kellene venni, még velük bőrcipőt, hiszen nem sokára járni fog. Meg egyébre is kellene. Hát próbálja meg szívem. Ez voltam én. Szerezzen valahogy egy kicsi kis pénzt. A fiatal ember megvakarta a fejét, és nagyot sóhajtott. De honnan? Egyebet nem tudok csak írni. És az a baj, hogy az emberek meg nem tudnak olvasni. Nem tudják elolvasni, amit én írok. Nem adnak érte pénzt, akármit is írok. Írjon egy kis mesét a kisfiának. Hát, ha az jobban fog tetszeni, mint azok, amiket a nagyoknak ír. Maga még fiatal író, gyerekíró. Írjon a gyerekének. Ölembe kaptam a kisfiamat, és körül táncoltam vele a szobák. Mit írhatok én ennek a kis pocoknak? Ő ír nekem, mert minden hangja, gőgicsérése, kész költészet és a legnagyobb művészet. De szöget ütött a fejembe a feleségem szava, és aztán elkezdtem gondolkozni, hogy nem is volna rossz egy kis gyerekregényt írni a lap mellékletén, talán még adnának is érte egy kis külön pénzt legalább annyit, hogy azt a bőrcipőcskét meg tudja venni az anyja a kis bandikának. Ahogy jártam az úton, keresztül a József városon, az üli útról, a Rákóczi útra, sok zigzug mellékutcán át, hát uram, fia. Lassan elkezdett nekem a sötét József város kiszínesedni, kitavaszodni, nyári tündérkerté válni. Megjelent a Gólya utca táján a Tiszapart, s eltartott a Csokonai utcáig. S ahogy mentem beljebb, beljebb, a száraz forró nyári estéken, a nyomortanyaszagú oldalutakon, az orrom megtelt ibolya illattal. Mert sehol annyi ibolya nincs, mint a szülőfalunk dobjain, és a fülem nótaszóval, mert sehol annyit, s oly vidáman nem dalulnak, mint az én csécse nevezetű hazámban, és az ország legnagyobb városa átalakult nekem, az ország legkisebb falujává mert ezen a csésén összesen annyi ember élt, hogy a kis templom sem telt meg, ha mind begyűltek is húsvétot énekelni. Ha aztán jól megkésve hazafelé ballaktam vacsorára a szerkesztőségből, már messziről nevettem a feleségemre és a fiamra, de nem mondtam meg, micsoda különös tündér életem van most én nekem. Minden nap kétszer járok a háti gyönyörű világban, kakuk fű, és verbén a virít körülöttem, és apró, kócos fiúk, lányok peregnek, forognak az utamon, és suttognak és kacagnak, amere járok. Különben abban az időben nagyapó voltam. Igen ám, nagyapónak voltam szerződtetve a laphoz, Mégpedig nem is első és fő nagyapónak, az más volt, más kollégám, aki nálam egy egész éve öregebb volt, s tíz éve régebbi újságíró. Másképpen a lósport vezetője volt, s minden nap azon törte fejét, melyik ló fog bejönni elsőnek a holnapi versenyen. Mellékesen ő írta a kedvenc olvasóinak a gyermek a kedveskedő leveleket. Én pedig olyan szerény, nagyapó voltam, akinek marék számra osztották ki a levélkéket, és aki lehető szigorúan osztogatta tanácsokat és a becéző szavakat. Most örültem ennek a foglalkozásnak, mert gondoltam, Mindegy az. Kicsiknek ír az ember, vagy nagyoknak? Úgy írok a kicsiknek, mintha nagyok lennének. Megírom a magam kis regényét, s leállatom vele a nagy sikert. Mert az lehetetlen, hogy észre ne vegyék ezt a regényt. Így kezd a fiatal író élni. Egyszerre két, sőt, három nagy öröme van. Első az, hogy megírhatja azt, ami a szívét legjobban érdekli. Második, hogy megkeresi ebből az írással a dicsőséget amit úgy is hívnak, hogy kenyér és élet, és így a harmadik és legszebb öröme, hogy a külön díjból, amit biztosan kap, vehet egy kis cipőt a kicsi fiának, és pedig bőrből igazi cipellőt, amiben aztán nem csak az ágyon lehet ugrálni, hanem meg lehet tanulni járni az élet útjain. Nem mondtam én a szerkesztőnek, hogy pénzt akarok kapnak is regényért, nem mertem megmondani, mert féltem, hogy akkor azt mondják, nem kell. Én csak helyet kértem, és biztosra vettem, hogy ha ezt elkezdik olvasni a szerkesztők, azonnal felkerestek, és azt mondják, hogy a markod, ezért pénz jár. Mivel semmi nehézséget nem csináltam, a kis regényt félig megírva elfogadta a barátom, a valóságos nagyapó, és a legközelebbi számban már meg is kezdte a közlését. Abban az időben az volt a szokás, hogy vasárnap délelőtt az egész szerkesztőség bement a hivatalba újságot olvasni, kaszinózni, diskurálni. Én nem igen szoktam bemenni, nem szerettem még vasárnap délelőtt is otthon hagyni a feleségemet, fiamat, de most elmentem, mert nem akartam, hogy a kollégák szenvedjenek amiatt, hogy nincs telefonom, és nem tudják közölni velem az elragadtatásukat. Most is gyalog mentem be, de oly gyorsan és kihevülve, hogy nem volt időm ábrándozni. No, bemegyek, bent vagyok. Nézem az újságokat, nem érdekelnek. Várom a megjegyzéseket. Nem érdekelek senkit. Kezdek leforrázódni, elhallgatni, elcsüggedni. Eltelik egy óra, no, indulok vissza, haza. Mikor a kezembe veszem a sétapálcát, és fejembe teszem a cilindert, igen, abban az időben még az volt a szokás, hogy vasárnap, de még hétköznap is jártak az urak, Nekem az volt a legjobb karba lévő kalapom, mert esküvőre vettem, és az még nem volt régen. Hát, ott állok cilinderben, a redakció szerkesztőség közepén, és megemelem, hozzám szól egy kollégám. Tudja mit, kedves kollega, a cilinder nagyon kiment a divatból. Lángvörös lettem. A szegény ember rettenetesen érzékeny éppen a divat kérdésében. Én soha cilindert nem vettem volna, de a mennyasszonyom meg volt döbbenve, hogy az esküvőre puha kalapban akarta menni. Nem saját maga miatt, mert ő egyáltalán nem volt soha divathölgy, hanem a társaság miatt. Mit szólnak a kolónián? Tudnélik, egy bánya kolónián laktak, ahol az édesapja nem volt cilinderes úr, szerény hivatalnak volt. De az egyetlen lányát úgy nevelte, hogy az csak cilinderes gavallérhoz mehet feleségül. Legalább én akkor úgy fogtam fel a dolgot, és hogy hazaértem Budapestre, azonnal az volt az első dolgom, a legelőkelőbb divatár üzletben megvettem a legdivatosabb karcsú cilindert. Elég bajom is volt vele, mert hát a cilindert laposfejű embereknek találták fel, és az én kerekfejevet folyton úgy szorította ez a buta fedél, hogy két oldalról összenyomott. elől meg billeget és cugos volt. És ráadásul most, első regényem első folytatásának ünnepén leszólják nagy önfeláldozásomat, amit a szerelem oltárán hoztam, a cilinderemet. Azt mondja még a kollégám. Különben láttam, hogy regény kezd a mellékleten. Erre megszédültem, a vér rohant bennem le és fel. Egész ügyes. Elolvastam, egész jó. Csak folytassa. Megfordultam és elrohantam. Jó két vagy három kilométerre laktam a szerkesztőségtől, legalább fél óra volt, még az utat megtettem, cilinderben a mellékutcákon. Nem lehet elmondani, mennyire szégyeltem magam. A regényetet megjegyzés viszont nem tudtam elbírálni. Mi az? Dicséret? Hogy egyáltalán szót vesztegetett rá valaki? Ez már siker? Vagy mi? Szégyen? Hogy csak ennyi? Folyton olvastam olyanokat, hogy egy fiatalember beküldött egy kéziratot egy nagyírónak, az megőrült tőle, és éjjel felkerest, és megölelte, megcsókolta, érte, ha a fiatal embert ra hívták, nekem meg ennyivel kell beérni. Végre valahogy azért csak hazaérek. Az előszobában körülnézek, hová dughatnám el, de örökre a cilindert. Az előszoba kicsi, üres, semmi szekrény, csak egy fali fogas. Mit tegyek? Felakasztottam a fogasra. Szégyelje magát ott a közepén. Ahogy bemegyek, nagy zsivajgás, sokan vannak. Az öcséim, a feleségem nagynényei, és a legkedvesebb nagybátyja is itt van, Marci bácsi. A család granszenyorje, előkelő úr, állami főmérnök. És mindenki újjongással üdvözöl az új regényírót, az írót, a család büszkeségét. Mindenki olvasta regény folytatást, mindenkinek ragyog az arca, és mind el vannak ragadtatva sorra csókolnak, ölelgetnek, simogatnak, és ragyog a szemük. Még Marci is azt mondja a regényből, tas, tas, nekem is juttas! És ő is megcsókol. Direkt erre a napra jött fel, zójon Brézóról, mert Zsani néni az anyja értesítette, hogy mi lesz ezen a napon. Ez nagyon nagy szó, mert Marci nem olvas, csak szakkönyvet. Életében nem olvasott regényfolytatás, pláne gyerekregényt. Azt hiszem, a feleségem rokonai a marci megjegyzését nagyobbnak vették, mint az én egész regényemet. Szóval angyali bongás és öröm. Az ebédre Zsani néni gondoskodott mindenféle jóról, csak utólag tudom meg, hogy fiatal bát vett, és óriási tortát készített Pepi nénivel együtt. Harmadik nővérük, Mina néni nem volt Pesten, most Vashegyen volt, felesége édesanyjánál, ott a macskákat, ugyanis süket lévén ráült a macskára egyszer, és nem hallotta nyivákol. Azóta nem tűr őket a szobában. Az öcsé is ott tündököltek, nem engedték el a részüket a büszkékedésből. még mégiscsak a Móris családi az új író, akinek van megjelent az első regénye, első folytatása, és milyen remek! Még ebédig át is kell szaladnom édesapámhoz és édesanyámhoz, meg az otthon lévő további négy öcsémhez. Nem messze laktak, a Márton utcában. És ott minnyáján sírtunk a meghatottságtól, hogy íme, révbe ért a fiúk, akit úgy szerettek volna valami tisztességes foglalkozásra adni, és aki ott rúgta az egyetemet, és elment írónak. No, de már mindegy. No hát, fiam, szólt édesapám, aztán mit fizetnek érte? Édesanyám csitította, mert már leolvasott mindent az arcomról. Az nem fontos. Az a fő, hogy megjelent. Kiadták, ugye, fiam? Hát bizony, mondtam, és egész komolyan rettenetesen szégyen volt bennem a mélyben. Íróra a legnőbb szégyen, a nem fizetnek az írásáért. Akkor minek ír? Szól a közfelfogás, és a közfelfogással nem lehet vitatkozni. Mit beszélsz, anya? Szólt édesapám, aki mint vállalkozó, nem értette pénzkérdésben a tréfát. Már fia van, nem szabad elpotyázni a munkáját, dühödjenek meg azok a rablók. Ilyen regényt úgyse kaptak volna semmi pénzért. Elolvasta, édesapám? Persze, hogy elolvastam. Nagyon jó, fiam. Fogsz te még jobbat is írni? Összecsókoltam, és kacagtunk, és többet nem firtatta pénzkérdést ő sem. Mikor az ebédnél ültünk, és az anyja ölével ott ült a kisfiam is közöttünk, mondtam, hogy az egész regényt a gyerek kedvéért írom. Akkor kezdte Zsani néni, hogy na, és mit fizetnek érte? Fognak, majd fognak. Bíztattam és hazudtam. Majd írok én még jobbat is, akkor majd fognak fizetni. De valahogy úgy éreztem, hogy ezzel a boldog család idillel teljesen ki is van fizetve a regény. Soha se kaphatok ennél nagyobb sikert, mint most azt, hogy az asztalomnál együtt ülnek ennyien. Mi hárman a feleségem, a fiam, meg én. A két öcsém, az öt, és a két néni, az hét. De még Marci bácsit se engedték el, így nyolc, és a kis cseréd, aki felszolgált. Kacér felvidéki ruhácskában. Kilenc. Kilencen ebédeltünk, csodálatos vidámsággal, és mennyei boldogsággal. Igaz, hogy a libát meg a tortát Gianni néni hozta, de azért mégiscsak a mi lakásunk volt ez, és a mi életünk vendégei voltak mindannyian. Délután elmentünk a városligetbe. Természetesen Marci bácsi volt a gavalér, aki viszonozni akarta a fejedelmi ebédet. Úgy tett, mintha nem is sejtette volna, hogy a fiatal liba nem a regény honnonáriumából került ki, hanem az anyja kedvességéből. Mikor el akartunk menni, meg voltam döbbenve. Milyen kalapban menjek? Az ünnepélyes társasághoz sehogy sem illet a megnyűlt, elázott, öreg barna csórékalapom, cilindert pedig nem kívántam többet fejemre tenni. Csak nem akar ebbe jönni, kérde a feleségem látván, hogy latolgatom a zsíros öreg hétköznapi kalapot. Marcin sincs cilinder. Na igen, mert ő utazott. Zsani néni beleszólt. Ah, Marcin nem utazik, cilindes katuja nélkül, az neki elengedhetetlen. Dehogy, mamám, szólt Marci, a cilinder már kiment a divatból. El lehet képzelni, mennyire le voltam forráza, Marci is tudja, csak én nem. Nem is megyek benne, mondtam. Marci megértette, hogy itt valami baj van. Már úgy értem, hogy annyira nem divat, hogy az ember vonaton is abba utazzék, különben is még nagyon használják. Meg fogjátok látni, hogy a városligetben rengeteg cilinder lesz, pláne a pavilonban. Nem akartam botrányt, inkább elszenvedtem saját kínomat, és nem szégyenítette meg a családot avval, hogy ezen az ünnepi napon a fiatal író első ünnepén ennyit ócska alapban lépjek ki a világ elé. Cilinderbe léptem fel a villamosra. Á, de elősteltem. Nem fért a cilinder a kocsiban de a fővárosi pavilonban tényleg akadt egy -két cilinder, és ez egy kicsit megnyugtatott. Habos kávé után sétáltunk a tópartján. Egyik öcsémnek eszébe jutott, hogy csónakázni kell. Rögtön be is ugrott egy csónakba, és akkor már minnyáján kénytelenek voltunk. Gyönyörű volt a délután, és utol végre az ember, mikor az első regény folytatása megjelenik, ahogy megyünk a híd alatt, fent tömegben állott a közönség, Ruhák, pompás, vidám Budapest. Valaki csak lekiált harsányon. Nézzétek! Az az alak cilinderben csónakázik. Hatalmas a fent. Én nem tudom, mi van ma, mondtam Jankának. Az emberek meg vannak bolondulva. Soha senki még észre nem vett a cilinderemet. A mindenki ebben szekíroz. Miért? Hát kiszólott róla. Most is a hídon, az az alak. Á, én nem hallottam. Magának ez már ögeszméje. Alkonyodott. Inkább elhittem, hogy a feleségem nem hallotta. Minden esetre levettem a fejemről, s ölben vittem, mint a feleségem a kisbabát. Igen. Az nagyon szép nap volt, de mikor az ötödik vagy hatodik folytatás megjelent, Bandika beteg lett. Betegsége nem soká tartott. Bókai professzor járt hozzá. Agyhártya gyuladása támadt. Mikor meghalt? Azt hittem vége a világnak. Most ezt az összes emléket éppen az verte föl bennem, hogy az éjjel elolvastam azt a kis regényt, és megtalálta benne azt a szokatlan, őszinte vallomást, ahogy a kis olvasóimnak elsírom kisfiam halálának bánatát és ma elsiratom ezt az egész világot, melynek az a kivétel nélkül minden tagja halott. Meghalt édesapám, édesanyám, meghaltak a nénik, a három kedves, Zsani néni, Pepi néni, Mina néni, meghalt Marci bácsi, meghalt a drága Janka néni, a feleségem, meghalt a két öcsém, az egyik doberdón esett el a másik Amerikában, még annus, a kis cseréd is meghalt. Senki sem él, aki tanulja lenne ennek az emléknek, csak én magam, aki most, mikor első fiamat gyászolom újra, éppen az első unokámat várom. És a könyv most kerül először könyv alakba. Harminc évig porosodott, mikor megjelent nem keltett feltönést, nem kapott bizony honoráriumot, pedig még kértem is a kisfiam temetési költségére, s nem kapott. Hogy nem volt benne a szerződésben, s én csak írtam tovább. Azért nem panaszkodom, mert nagy emlék, nagy lelki gyógyulás volt, hogy éppen a letörődtség napjaiban írhattam tovább, és így belekerülhettem a munkás ember harcvonalába, a munka könnyértelen. És ez a jó. Most elolvasom, és ezt a nagyon fiatalkori írást átadom az életnek. Éljen. Míg valaki kis örömet lel benne, és ott enyészen el a könyvek csata mezején, a könyvpolcokon. Leányfalu, 1938. február 15. Móricz Sigmond.